Július 1-e a köztisztviselők napja. Ennek alkalmából rendeztek díjátadó ünnepséget szerda délután a Megyeházán. A Magyar Közigazgatási Társaság megyei tagozata 2003 óta díjazza a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgozó állami és önkormányzati közigazgatásban tevékenykedők munkáját. Román István kormány megbízott beszédében azt emelte ki, az elmúlt fél évben még szakszerűbb és áldozatosabb munkára volt szükség, a járványhelyzet koordinálásában pedig nagy szerepe volt az egészségügyel való szorosabb együttműködésnek. A sorsnak a különös játéka, hogy július 1-e az nem csak a köztisztviselőknek a napja, hanem Semmelweis Ignácra emlékezve az egészségügyi dolgozóké is, és a koronavírus járvány egy olyan helyzet volt, amikor a közszolgálatban dolgozók és az egészségügyben dolgozók nagyon szoros kapcsolatban kellett, hogy végezzék a munkájukat, hogy minél hamarabb túl tudjunk lenni ezen az első hullámon. Nyilvánvalóan az életet átalakította nagyon sok tekintetben, ugyanúgy, mint ahogy az állampolgároknak alkalmazkodniuk kellett, ugyanúgy a közszolgálatnak is alkalmazkodnia kellett. Az idei rendezvény már a 18. volt. Arra azonban először volt példa, hogy átadják a kormány megbízott írásbeli dicséretét. Ebben dr. Szabó Tünde megyei tiszti főorvos részesülhetett, akinek a koronavírus elleni védekezés során nyújtott példamutató szakmai tevékenységét ismerte el Román István. A díjazott is azt emelte ki, hogy a közigazgatás és az egészségügyben dolgozók közös erőfeszítésének tudható be, hogy a megyében nem lett tömeges a fertőzés. A kormányhivatal összes dolgozója, a vezetés, a főosztályvezetők, a hivatalvezetők, a járványügyi szakemberek és mindenkinek napi szinten valóban, ahogy kormány megbízott úr mondta, a nap 24 órájában való kommunikációra volt szükség, és döntésekre, és úgy érzem, hogy sikerült ezt véghez vinni, de azért még résen vagyunk. Ez a munka összekovácsolt még jobban minket. Valóban nem egy gyakorlat volt, hanem élesben ment ez a járvány. Az eseményen átadták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatásáért díjakat is. Ezt a hagyományok szerint idén is 10 köztisztviselő kaphatta meg.